Sziasztok, The Simsologist vagyok, és ez itt egy újabb speed build, ezúttal egy egészen különleges ötletem támadt. Egy obszervatóriumot építettem, és nagyon-nagyon nehéz dolgom volt, és nagyon sok változtatást láttok majd később a videó során, mert eléggé ihlet hiányba szenvedtem, illetve hát nem nagyon úgy sikerültek a dolgok építés közben, hogy én szerettem volna. Az ihlet egyébként egy sorozatból jött, barátommal nézzük a Hannibal című sorozatot, ami 2013-ban indult, és összesen azt hiszem csak három évada van, és abban volt pár ilyen gyilkosság, meg ilyesmi, ami egy observatóriumba történt, és valahogy úgy nagyon tetszett az az épület, meg a helyszín, és úgy döntöttem, hogy ö, én építek egy observatóriumot a szín 4-ben. Azonban tudni kell az observatóriumokról, hogy ö, a tetejük kör alakú, szóval egy kupola lényegében, és hát ö, ilyen tetőnk még nincs a Sims 4-ben, pontosan nem tudom milyen új tetőtípusok jönnek majd a Ketsendox kiegészítő megjelenésével, nagyon remélem, hogy a frissítéssel érkezik, és így ti is megkaphatjátok, nem csak az, aki megvásárolja a Ketsendox kiegészítőt. Szerintem az úgy lenne fel. Ö, biztos, hogy lesz 8 szög alakú tető, de hogy kupola lesz-e, az most így nem rémlik, de lehet, hogy akkor kellett volna építenem ezt. Na de mindegy, elkezdtem, és először egy kicsit ilyen beach house-jellegűre akartam formálni az épületet, ugyanis Windenburgben választottam ezt a strand melletti telket. De valahogy úgy nagyon nem akart stimmelni, és közben a fejembe összeállt egy karakter, aki ebbe a házba lakna, és hozzá nem illett a modern beach house jelleg, úgyhogy majd láthatjátok, ahogy berendezem az egészet, akkor már meg volt így a fejembe a karakteremnek a személyisége, azonban még a kék-fehér kombinációhoz ragaszkodtam, ami végül nem tetszett, úgyhogy a videó vége felé láthatjátok majd, ahogy kialakul a háznak a végleges színváltozata, minden bútort újra színezek majd, úgyhogy igen... Egyébként nem egy mestermű ez az épület pont ezért, a, amiért a, a nem tudtam rendesen körülakruat csinálni, tehát hogy így nem voltam elégedett vele soha, és azért kicsit így elszontyolottam, és annyira nem tudtam kihozni belőle a maximumot, mint amennyire szerettem volna, de úgy voltam vele, hogy ha már elkezdtem, akkor befejezem. Ennek ellenére lehet, hogy egy pár embernek tetszeni fog, illetve így legalább nem maradtok videó nélkül. Úgyhogy ja, <laughs> most itt van ez a videó. Um, az ablakok viszont fehérek maradnak, amin furin néz majd ki a végén, mert mint ezek a nagyok, de. Nem, végül is bárki, átszínelheti. Az alapötletem az volt a karakterhez, akit meg is csináltam egyébként create a színbe, és hogyha nem felejtem el, akkor abból is készítek majd egy videót később. A karakterünk egy idős bácsi, akinek a felesége meghalt, és ezért. Um, Hát nem annyira tartja rendben a házat. Szóval a ház belülről nagyon-nagyon rendetlen, öm, nagyon ízléstelen, össze-vissza. Még néha esetleg ö, meglátszanak a feleségnek a régi, ö, hát, hogy mondjam, kezemunkái idézőjelben. Tehát, hogy így a berendezés szempontjából mondjuk a konyhánál vagy a hálószobánál, de, de egyébként rendkívül ízléstelen lesz a lakberendezése az egésznek. Uh, és, és pont ez volt benne az aranyos, úgymond. Szóval egy özvegy, öreg, nyugdíjas bácsika lakik itt, aki egyébként hajdanám fénykorában tudós volt, és ezért az obszervatóriumi részen, itt az emeleten berendeztem neki egy labort, ami viszont nagyon tiszta, és nagyon nincs benne semmi fölösleges, szóval semmi dekoráció, semmi... Uh, tábla, egyébként figyelmeztető táblákat se raktam föl, mondva, hogy ez a bácsi egy ilyen kis őrült tudós, és, és hát ő tudja, mi, hogy működik neki, nem kell figyelmeztető táblákat felraknia. Um, és egyébként igen, a jellemvonásaiba is az van a bácsinak, hogy um, könyvmój, zseni, és őrült, és az az érdekes, hogy az őrült címek tudnak magukban beszélni, és elég érdekes, olyan, mint hogyha egy másik színhez beszélnének, tehát konkrétan úgy csinálják minden, csak nincs ott a másik szín. Ezt az animációt viszonylag egyszerű lehetett megcsinálni egyébként, mert nem, nem változtattak rajta semmit. Egyébként nagyon sokáig építettem, nagyjából egész múlt héten vele, pont ezért, mert gyakran beléptem a játékba, elkezdtem csinálni rajta valamit, aztán nem volt hozzá kedvem tovább, mert nem, nem igazán tudtam, merre halad az egész projekt, szóval emiatt sokat ki is kellett vágnom belőle, mert nagyjából ilyen 45 perces videó lett volna, hogyha uh, úgy hagyom, ahogy volt, és egyébként a legtöbb uh, speed négyszeres sebességre van gyorsítva, de ez ötre, szóval még ötszörös sebességnél is egy csomót kellett kivágnom belőle, annak ellenére, hogy ez nem egy uh, nem is tudom, palota, <laughs> vagy uh, bármi Hatalmas tehát egy kis-telek és és mégis ilyen sokat uh, szenvedtem vele. Hú, igen. Egyébként nagyon sok érdekes kommentet kaptam mostanában a csatornámra. Uh, volt, aki azt mondta, hogy nincs életem. <laughs> amivel nem uh, értek egyet, bár attól függ, uh, mi számít életnek. <laughs> de, de köszönöm szépen, uh, remek! remekül el vagyok, és uh, nem cserélném el az életemet semmire. Illetve sokan unják a gameplayeket, sokan pedig várják a gameplayeket, szóval uh, nem igazán <laughs> tudtam eldönteni, hogy most mire is lenne igény. Igazából tudom, hogy speedbuildre mindig van, viszont sajnos az én időm nem engedi jelenleg, hogy uh, olyan sok speedbuild legyen. Például holnap, azaz hétfőn, kémi az éhát írok, Megint este negyed hatkor, kor Mert, ne? Nem is tudom, hogy uh, miért. Vagy hogy ez, ez egy ilyen divat lett az egyetemen, hogy jó, hívjuk be a diákokat reggel 8-tól délután 4-ig órákra, ezt üljék végig, aztán írjanak egy zéhát. Hát nem is tudom. Annyira nem ideális, úgyhogy uh, nem örülök neki nagyon, hogy előtte lesz egy csomó órám. De. Ja, majd megoldom. És mivel nincs kedvem most sem tanulni, tegnap sem volt kedvem tanulni, sajnos pedig kellett volna, ezért inkább úgy döntöttem, hogy megcsinálom a voiceover-t erre a videómra, illetve befejezem a szerkesztést, hogy um, ti se unatkozzatok a hétvégén arra az esetre, arra az esetre hogyha otthon töltitek. Um, Úgyhogy uh, emiatt igen nagy a valószínűsége, hogy hétfőn uh, nem érkezik semmiféle videó a csatornámra, mert uh, ma sem hiszem, hogy uh, előre felvennék bármit is, mert tényleg neki kell állnom tanulni. Most már negyed-öt van, és még nem csináltam semmit. Szóval, ja, én vagyok a halogatás <laughs> megtestesítője egyébként, mert. Uh... Nem igazán szoktam tudni rávenni magam a tanulásra, hogyha éppen nem érdekel az adott téma, vagy épp nem érzem úgy, hogy összecsapnak a hullámok a fejem fölött, úgyhogy um, igen, ez olyasmi, amin változtatnom kellene. Um, közben itt már uh, látjuk ezt a kis... Um, hogy hívják ezeket? Téli kert? Vagy ilyesmi. Szóval azok a kis elzárt részek, amik csupa üvegből vannak. Jó, itt mondjuk most nincsen elzárva, szóval csak ilyen fél kertről beszélhetünk, és oda rendezték be a nappalit annak idején, és még így kék fehér egész jól nézett ki. Azonban a végére, amikor már egy csomó barna, zöld és sárga szín fog belekeveredni az összképbe, akkor elég kaotikusan fog kinézni, szóval. Akár miért kell hangos autóknak kellni az utcán, mikor én éppen felvétel készítek? Jaj, na jó. Um, szóval igen, elég guztustalanul fog kinézni a végeredmény, még ha így ez az eredeti uh, verzió nem is lenne olyan vészes, ugyanis ez még így szín hatásaiban kicsit összeillik, kicsit még tűrhető, mondhatni aranyos, de a végezt tényleg osvány lesz. <laughs> Majd meglátjátok. Tök jó reklám, nekem, jaj! Egyébként, a visszatérve a hangos autókra, éjjel nem tudtam aludni, mert uh, hajnali egykor úgy döntött egy mentőautó, <laughs> gondolom nem az ő ötlete volt, bár uh, nem tudom, hogy elmegy vagy ötször a házunk előtt szirénázva, max. hangerő, amikor egyébként sincs forgalom az utcán, és egy darab autó nem volt a környéken, azért nyomasuk maxon a szirénát, és én addigra már aludtam, szóval én nem vagyok ez a hajnali hatig fönt... Uh, Föntlevő típus, annyira nem is szoktam kimenni így bulizni, már mint olyan hosszú időre. Tehát, hogy én így hajnali háromkor lemerülök, és vége. De itthon voltam, szóval én hajnali egykor már nagyban aludtam, és erre riadtam föl, nagyon rossz volt, alig tudtam visszaaludni, de de azért remélem oda találta mentő, ahova menni akart, mert gondolom nem találta az emberkét, akit keresett, hát nem véletlen ment el ötször egymás után az ablakunk alatt. Um, de, de egyébként tapintatosabb lett volna a részéről, hogyha nem kapcsolja be a szirénát, mert a villogót is minden autós látja, hogyha esetleg van autó az utcán, de nem volt. Szóval, ja. Nem igazán tudtam aludni. Nem tudom, volt-e már olyan, hogy videózás közben jött volna a mentő, de az is biztos nagyon zavaró lett volna. Igen. Egyébként, ahogy építettem a házat, kezdtem sajnálni a bácsit, aki itt lakik, milyen magányos lehet itt elzárva a, a külvilágtól, teljesen egyedül ebbe a romos kis házikóba, mert fizikai tűrőképességének a határán van, mert Szegényem alig bír felmenni a lépcsőre. Persze a Simsben ilyen nincs, szóval simán felmegy a lépcsőre, csak így az én fejembe létezett ez a dolog, és így éldegéli a mindennapjait. Ó, egyébként volt egy hiba a játékomba építés közben, ami annyira irritált, hogy esetet tudom mondani, amikor a Move Objects on cheat-nél használtam a felemelés funkciót. Lehet, hogy ennél a résznél majd még nem, de később látni fogjátok, hogy a bugrál a képernyő, és mindig átállt a képernyő ide a konyhára. Konyhára, vagy hát a konyhához. És csak így szem mértékre kellett beállítanom a magasságot, és ha visszamentem az adott helyre, ahol használni szerettem volna a felemelt tárgyat, akkor ott Csökkentettem a magasságot, és így tudtam beállítani a pontos méretet. De annyira bosszantott, hogy kidobtam volna a laptopomat a számlákon legszívesebben, mert. Oh, na mindegy. Um, valamit még akartam. Lehet, hogy valami kommentel kapcsolatban. Nem. Vagyis, de lényegében kommentekkel kapcsolatban. Mindenkit kérek most is, ebben a videóban is, hogy mielőtt kérdez, legyen szíves elolvasni a leírást! Ne kérdezzétek meg, milyen csíteket használok, mert van róla egy külön videóm. Ö, ott van lent belinkelve a leírásban, ott az összes csítet megtaláljátok, amit én valaha használtam. Tehát, hogy ez az összes, amit használok, egyébként nem csalok gyakran a játékban. Illetve. Ö, ja. Ne kérdezzétek meg, hogy kell kalózverziót letölteni, ingyen tartalmakat, ö, egyedi tartalmakat és hasonlókat, mert nekem sincs ilyen a játékomban, fogalmam sincs, hogy hogyan kell, ö, nem használok ilyesmit, és nem is támogatom ezeknek a használatát, ugyanis ö, könnyen vírus tudtak leszedni, tönkreteszi a játékotokat, illetve hát nem legális kalózverziókat leszedni az internetről. Ö, igen, ez volt az egyik, amit akartam mondani. Illetve, ha eredeti a játékokat, akkor sem fogok tudni nektek uh, mutatni olyan videót, hogy hogyan frissítsük a játékunkat. Ugyanis általában az eredeti játékoknál magától frissül a játék. Tehát te nem tudod szabályozni azt, hogy mikor frissül, elindítod az origin-t és frissíti. És mivel én nem tudom, hogy mikor fog frissíteni a játékon, valószínűleg ezt nem fogom tudni felvenni nektek, hogy. Beléptem az Originbe, és elkezdett frissülni a játékom, szóval ez nem egy annyira ö, bonyolult dolog, úgyhogy ilyesmiről nem fogok videót készíteni, sem arról, hogy hogyan szerkeztem a videóimat, ö, ö, hogyan kell vágni, meg ilyesmi, mert én is teljesen magamtól jöttem rá, és én sem vagyok egy ö, úgymond hiteles ember ezzel kapcsolatban, hogy mégis hogyan kell videót ilyet játszani, vágni, mert én is csak próbálkozom, és tényleg teljesen magatoktól is rá lehet ö, jönni, már mint olyan szinten, mint amennyire én ö, megvágom a videóimat. Őszintén szóval még nekem is szükségem lenne valami továbbképzésre vagy oktatása, hogy tényleg hogyan kéne profi módon megcsinálni ezeket. Emiatt én nem szeretnék erről bármilyen videót is csinálni, mert nem lenne túl hiteles. Szóval én szimpszezek, én építek, ezekről szívesen csinálok videót, de egyéb ilyen uh, informatikai jellegű uh, dologhoz nem értek. Szóval én csak egy átlagos felhasználó vagyok, hogyha megírjátok nekem, hogy nem indul el a játékom, befagyott ekkor meg ekkor, mit csináljak, hogyha nem fogadja el a kódot, hasonlók, sok-sok ilyen kérdést kapok és mindig mindegyikre azt írom, hogy nem tudom, mert nem vagyok informatikus, és uh, én is csak egy átlagos felhasználó vagyok, ergo annyit értek a sims és a hátterében történő uh, informatikai dolgokhoz, amennyit láttak. Szóval építeni tudok, tudok egy pár csalást, és kész. Szóval játszom vele! Ha velem történne hasonló probléma, én se tudnám rá a választ, mint például, ahogy arra se tudom a választ, hogy miért ugrált el a képernyő, amikor én fel akartam emelni az adott tárgyakat. Tehát én is pont annyira sötét vagyok az ilyen számítás technikai dolgokban, mint mondjuk ti, vagy bárki más, aki nem tudja, hogy miért történt valami a játékában, úgyhogy sajnos nem fogok rá tudni válaszolni, úgyhogy ezt így most rakjátok el a zsebetekbe, dolgozzátok föl, <laughs> és, 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 vegyétek tudomásul. Köszönöm szépen. Ezt mindenképpen el akartam mondani. Illetve, hogyha már régóta néztek, és ti is olvastok ilyen kommenteket a videóim alatt, nagyon megköszönöm, hogyha esetleg ti tájékoztatjátok az embereket, hogyha nem esik nehezetekre, mert éppen amúgy is kommentelnétek valamit, vagy ilyesmi, hogy ne kelljen hatszor leírnom ugyanazt. Szóval, hogy minden videó le uh, válaszolgatni, és ezt egyébként magatoktól is megszoktátok tenni páran, és nektek így külön köszönet, és ki emelve így a videómba, hogy ti, ti vagytok a legjobb kommentelők. Köszi emberek! Tényleg. <laughs> Igen, uh, megszoktátok menteni az életemet. Uh, az ilyen kis a válaszokkal, amikor elmondjátok, hogy nem tudom én melyik videóban már ezt elmagyaráztam, <laughs> az, az tök jól szokott esni. Um, közben nagyjából megcsináltuk itt a nappali konyha dolgozószoba szerű részt, és a hálószoba marad egyébként kék a végén is. Um, valahogy úgy képzeltem el, hogy ezt a hálószobát a felesége rendezte be még annak idején, szóval ezért van ilyen kis rendben az ágy, meg a könyvespolc, meg ilyenek. Viszont tehát a szennyes ruha az úgy felgyűlt oda a sarokba, szóval az a sarok a bácsi rendetlenség sarka. És kicsit a szőnyeg már koszos, mert már nagyon-nagyon régi ez a ház, hatszor beázott. Egyébként a fürdőszobát itt kivágtam, tehát annak a berendezését nem látjátok, viszont ott lesz a végén a screenshotokon, és ott megnézhetitek. Az is egy ilyen kicsit beázott szoba lesz, tehát egy ázás folyt van a, a kádnak az oldalán aminek az a magyarázata, hogy a bácsi most már túl öreg ahhoz, hogy beüljön a kádba és kimásszon, mert nem tud olyan sokat, uh, hát így fölkelni, meg nem tudom, esni, és ezért állva zuhanyzik a kádba, viszont a falon nincs csempe, és az mindig vizes lesz, ezért hát így kiázott, ja, ez a háttér sztori. Nem mindegy, úgyis meglátjátok a screenshotokat. Itt fönt pedig az observatóriumnál kialakítottam egy kis labort, és oda raktam egy ágyat, mert hát azt kell tudni erről a bácsiról, hogy rendkívül megszállott a, a tudományával szemben, és állandóan ezzel foglalkozik, ezt tartja életben. Ez az egyetlen dolog, ami feldobja az unalmas esikú egyedül töltött kis napjait, és gyakran olyan sokáig elidőzik itt fönt, a kutatásait végezve, hogy hogy hát föntalszik, és azért beszerzett egy ilyen kis elég undi, kényelmetlennek tűnő börtönágyat, ahova olykor-olykor lefekhet szundítani, hogyha nem akar lemenni, vagy valami fontos kutatás közepén van. Egyébként a, ö, egy csomó műszor, amit behelyeztem ide, ö, nem használható átlagszímek által, kizárólag ö, tudós karrier ben munkák szímek használhatják, szóval érdemes olyan uh, szímet ide költöztetni, akinek ez a szakmája, különben elég fölösleges az a felső szint. És miközben csináltam a screenshotokat, jött a ilyen üdvözlő szomszédság, és kapásból az volt az első, hogy feljöttek használni az obszervatóriumon, úgyhogy uh, azt tudom mondani, már most, hogy működik. <laughs> Annak ellenére, hogy kilóg a -e tetűn. Most láthatjátok, most érkeztem el arra a pontra, ahol úgy döntöttem, hogy a Beach House jelekből inkább egy kicsit ilyen lepukkantabb épületet hozok ki. Kicsit kifakult ö, zöld lambériával, illetve barna lambériával össze-vissza, szóval ilyen kis reges nem túl ízléses házigó lett. A kertjét azt szeretem, szóval az nagyon kis aranyos lett, én ott szívesen eltöltenék egy kis időt, hogyha éppen megöregednék. Lényegében pár dolgot azért itt kivágtam, mert mire ezek mindent az azért idő. És a kertből is kivágtam, amikor a virágos kert részt készítettem, ott az elzárt Kis um, téglalapban, mert legalább hat év volt, mire kitaláltam, hogy egyáltalán milyen um, ilyen fűfestést vagy kertfestést um, alkalmazzak, úgyhogy az egy nagyon nálmas rész lett volna számatokra. Most egyébként virágok vannak ott, de nyilvánvalóan, amikor ilyen kertet csinálok, az um, nem csak ilyen esztétikai funkcióval kell, hogy bírjon, szóval játék esetén Tehát, hogyha én játszanék ebbe a házba, egyértelműen kidobnám onnan a virágokat, és kertészkednénk a színemmel, és ültetnék oda különböző zöldségeket és gyümölcsöket, hogy valami haszna is legyen, hiszen azért van ott, viszont nem akartam csak egy üres, lefestett területet ott hagyni, úgyhogy, ja, virágos kert lett ilyenkor. Közben látjátok, hogy mindent átszínezek, kicsit több szín került a Házba, kevésbé volt ilyen ö, unalmas, a konyha nagyon ízléstelen lett azokkal a csempékkel a háttérben. <laughs> Valahogy ö, úgy képzelem, hogy ezt még a mama ö, készítette úgy, mert hogy nyilván a szememnek a felesége, a kis eltávozott az élők sorából, ö, illetve hát azok az összehajtató székek is így oda vannak halmazva, kicsit ö, mindegyik más színű, mint hogyha úgy um, vásárolta volna össze az emberünk a bolha piacról, össze-vissza, ahogy tudta. Úgyhogy ez a, az alapvető koncepció a háznál. És nekem egyébként azok a székes témák így sokkal jobban is tetszenek, hogy ilyen kicsit <laughs> munkásabbak. Na mindegy. Lassan a végére érünk? Nem. Mit fogok még csinálni ilyen sokáig a kertben, meg mindenhol? Hm de majd kiderül <laughs> valamit, biztos um, ide készítettem egy ilyen kis grill részt és majd a screenshotokon láthatjátok is ahogy a bácskem ott grillez és ugye őt készítettem el a create a módba ehhez a házhoz, tehát ő ehhez a való egyébként a ház is és a, az emberem is fent van a galériában amihez szintén a leírásba tart Találjátok meg az elérhetőségemet, úgymond, tehát az Origin ID-mat, illetve hát a hashtaget, amivel rám kereshettek, ugye hashtag Synthologist, hogyha azt oda beírjátok a galéria keresőjébe, akkor megtaláltok, hogyha nem tudjátok, hogy működik a galéria, ahhoz is van egy tipek, trükkök videóm, ami szintén ott van a leírásban, ott uh, megtaláljátok, és, és talán segít valamit abba, hogy hogy kell ö, megkeresni a házamat, hogyha le akarjátok tölteni, persze. Um, igen. Készítettem mindegy egy ilyen kis tábor tízes részt. Őszintén szólva, úgy néz ki ez a kert, mintha az emberünknek lenne szociális élete, de nincs, szengényem, csak egy egyedül sütöget, szóval azoknak a székeknek a javarészét nem használja, bár a tábortűz valószínűleg gyakran van használatban, hiszen a tudós emberek általában szeretik az ilyesmit, mert mint ez nem egy sztereotípia, csak én eddig, aki ilyen okos emberrel találkoztam, az mind szeretett kirándulni és táborozni, szóval ez csak így az én környezetemben tűnik, tenenciának, de ettől függetlenül nem vannak le belőle messze következtetéseket, de úgy gondoltam, hogy a mi emberünk most uh, élvezi a tábortűzrakást, és mivel magányos és idős, ezért... Uh, igen, itt vannak a screenshotok, ezért uh, biztosan uh, szereti a kis nyugit, és akkor nyugiban sütögetni. Ott látjátok, ahogy aranyszívem egyedül sakkozik a nagy magányba, viszont a telekről gyönyörű a kilátás, úgyhogy mindenképp megérte ide költöznie, főleg annak, aki a csillagokat és a természetet akarja vizsgálni. Úgyhogy, ja, király, ez a hátulja az épületemnek, itt e, látjátok a konyhát, és egyébként ott, ahol van a nappali és vannak azok az üveg e, részek. Az nem véletlenül oda lett rakva, hiszen onnan a legszebb a kilátás, mert a tenger felé néz, szóval nem véletlen, nem a másik oldalon van. Illetve előtt van egy pad üh, és sok-sok növény, azoknak is megváltoztattam a színét barnára. Lehet, hogy fogjátok látni valamelyik scrinset, nem tudom. A haranyomot szundítok, cuki, nem mindegy. Üh, és ott is eltöltanénk azért egy pár órát üldögélve, <laughs> és nézni a tengert. De lassan már itt a vége a videónak, és azt hiszem ki fogok csúszni, na mindegy, szóval köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, remélem tetszett, töltsétek le a házat, hogyha szeretnétek, sziasztok!